Gyuri bátyám az minden szépet és minden jót megérdemel. Ezért a hatalmas életművér, amit összedolgozott, és azt a hatalmas munkapotenciált, amelyet mind a mai napig fenntart, illetőleg hát mondjuk a tavalyi egyórás előadását hallgattam most legutóbb online, hát meg kell mondanom, elájultam. Nem ül le, hát mit tudja, egy leülni egy Szabó Györgynek, hát ez egy ilyen föld, ez ilyen nem létezik. Áll, és mondja, és okos, és nem felejti el, hogy mit mondott, nem ismétli önmagát, és mindez 93 éves korában, hát a jó Isten áldja meg sokáig, mondja nekünk ezt az igét, amely rendkívül hasznos. Ismerik személyesen egymást, Gyuri bácsi? Hogyne. 90. születésnapján alkalmunk volt a családdal együtt lenni, és együtt ünnepeltük Gyuri bácsinak a születésnapját, aki nem 90 éves, 80-nak se imponált. Egy Bergman Ernő barátom, a füredi cukrász, Isten nyugtassa, egy gyönyörű levendulás tortát készített neki. És hát nagyon-nagyon boldog voltam, hogy megismertem azt a környezetet, amelyben ő létezett, és ahol dolgozott, a munkatársait, akik rendkívül kedves és természet szerető emberek. Szóval nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Tehát a mi barátságunk az most már nem csak arra szorítkozik, hogy én iszom a teát, és ő megcsinálja, hanem kommunikálunk is egymással. És miről? Gyuri bácsi, mindenről, hát a irodalomról éppen úgy, nagy irodalombarát, Petőfi szerelmese, de ugyanakkor Arany Jánost imádja. És majd elkövetkezik az az időszak, amikor én szépen leülök, és olvasok neki Arany Jánost, meg olyan verseket, amiket én úgy gondoltam, hogy szívesen átadnám neki.